Gróf Széchenyi Viktor születésének 140. évfordulójára rendeztek megemlékezés Sárpentellén. Székesfehérvár szabadkirályi város és Fejér megye főispánja 1906. április végétől 1939-ig töltötte be a közigazgatás legrangosabb posztját. Egy becsületes, szabadelvű, színmagyar politikus volt ő, aki Fejérvár megye történetével összeforrott a 20. század elején, ahogy említette, és nekünk az a kötelességünk, hogy emlékezzünk rá, és emlékeztessük gyerekeinket és unokáinkat is, hogy élt itt a 20. század elején egy nagyszerű magyar ember. Széchenyi Viktor a 20. század első harmadának egyik legjelentősebb megyei személyisége, nagy tekintélyű, nagy munkabírású, köztiszteletben álló főúr volt, aki a század legnehezebb periódusában állt a megyei közigazgatás élén. Pont a Széchenyi Viktor apostol, akit én már nem ismertem, ennyi év után, hogy még vannak, akik gondolnak rá, és egyáltalán, hogy van még, akik történelembe és magyarságba tudnak gondolkodni. Széchenyi Viktor a monarchiában felnőtt királyhű, igazi magyar főúr volt, aki politikai elveihez haláláig hű maradt.